A keddi ünnepélyes megnyitó után általában napi 2 előadással, szakmai kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel zajlott Székelyudvarhelyen az 5. alkalommal megrendezett Dráma kortárs színházi találkozó. A bemutatott darabok, a szakma jelenléte, de a nagyszámú érdeklődő is jelezte, beérett a fesztivál, van igény és érdeklődés a kortárs színházi művek, előadások iránt. Ezt koronázta meg a Tomcsa Sándor Színház és a Pró Teátrum Alapítvány első alkalommal kiírt Drámázat elnevezésű drámaíró versenye is. Ezt a tavaly hirdették meg, és összesen 217 pályamunkát küldtek be határokon innen és túlról. Jeligével kellett beküldeni a munkákat, a pályamű, tematikai és műfai megkötések nélkül olyan alkotás kellett legyen, amely egészen az eredményhirdetést követő év végéig nem kerül színpadra. A nyertest vasárnap este hirdették ki a színház előterében kialakított drámakávéházban. Elmondanám, hogy ki a nyertes. Számukra is csak ezelőtt néhány perccel derült fény erre, mert eddig jeligéig sem kellett beküldeni. A nyertes Adorján Viktor, ő magyarországiként határozza meg magát, illetve magyarországi szerzőként. A dráma címe A lovasok. Az elbíráló bizottság tagja volt Szűcs Katalin Ágnes, budapesti kritikus, Lőkös Ildikó, a Színházi Dramaturgok Céhének társelnöke, Szebeni Zsuzsa, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa, Ungvári Zrínyi Ildikó színházi szakember, Csép Zoltán dramaturg, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárai, Küllő Kata, a Szabadság Napilab rovatvezetője, kritikus, Csurujacsongor rendező, színész, Nagypál igazgató és Demeter Kata irodalmi titkár és dramaturg, mindhárman a Tomcsa Sándor Színháztól. Az elbírálásnál több szempontot is figyelembe vettek a zsűritagok. Az Observer jelige alatt beérkezett nyertes alkotás erdélyi, még pontosabban székelyföldi történet és a menni vagy maradni témát boncolgatja. A Tomcsa Sándor Színház a jövőben várhatóan színre is viszi a nyertes drámát. Egyébként mintegy 1500 látogatót jegyeztek a színháznál, az adatok alapján úgy tűnik, hogy ez volt eddig a legsikeresebb színházi találkozó.